falak között hívta emlékezésre az érdeklődőket a zene a Vajai Rákóczi kastélyban. Az épület falain a fejedelem alakja elevenedik meg. Neves kastély ez, hiszen két alkalommal is lakott itt Rákóczi, utóbb itt kezdte meg az előkészítését a szabadságharcot lezáró szatmári békének is. 1972 óta emlékeznek meg minden évben a fejedelemről születésnapján március végén. 1972-ben még édesapám, a múzeum alapító Molnár Mátyás indította el ezt, és azóta minden évben megtartjuk a fejedelemre való emlékezésünket születésének évfordulóján. Mint említettem, nagy hagyománya van ennek az ünnepségnek, azért is, mert Vaja összenőtt a Vaji családdal és a Rákóczi hagyományokkal. Még ma is sokan emlegetik Rákóczi alagútját, az idősebbek mutatják, hogy itt és itt mehetett, természetesen ezt is ők szüleiktől, nagyszüleiktől hallották. Stílusosan tárogatóval kezdődött az ünnepség a kastély kertjében. 1964 óta működik az épületben múzeum, amely a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézménye. A szervezet főigazgató helyettese felidézte azt a történelmi pillanatot, amikor főszereplővé vált a Vajai kastély. Kósa Margó azt mondta, Rákóczi képes volt a teljes magyar nemzeti érdeket, egységet megjeleníteni. Ő az a politikus volt, aki képes volt tényleg a társadalomnak minden rétegét mozgósítani a magyar szabadság, a magyar függetlenség jegyében. Ezt azért, ezek tényleg a magyar történelemnek a legfelemelőbb és a legszebb pillanatai. És hát Rákóczi megtestesíti számunkra tényleg a hajlíthatatlanságot, hogy ő semmilyen körülmények között nem hódolt be tulajdonképpen azoknak, akik a magyar függetlenséget vagy a szabadságot veszélyeztették, de hát ennek természetesen meg is lett az ára, hiszen a Rákóczi életpályához hozzátartozik a bujdosásnak a nagy korszaka, és itt azért hosszú évekről beszélünk, amivel ugye Rákóczi megteremtette az egyik legfontosabb magyar történeti irodalmi toposzt, ugye ez a bujdosásnak a fogalma, ami azért tele van keserűséggel, hazairánti sóvárgással, bánattal. Czermany János, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, Rákóczi a hazafi mintapéldája, akinek alakjára mai korban is szükség van. Ezért fejlesztenek haderőt, és keresnek a honvédelem iránt elkötelezett fiatalokat. Azért is dolgozunk, hogy azok a fiatalok, akik ma itt élnek ebben az országban, azok minél inkább felelősséget érezzenek a hazájukért, érezzék azt, hogy a honvédelem ügye az egy olyan közös ügy, amiért talán nekik is majd tenni kell. Ezért építünk haderőt, ezért fejlesztjük folyamatosan a honvédség technológiai feltételeit, hogy azok a fiatalok, akik ma úgy döntenek, hogy a honvédelem ügyért tenni szeretnének, azok egy high-tech, magas technológiai színvonalú, közép-európai mércével is erős honvédség részévé tudjanak válni. Nem csak honvédelmi, hanem vármegyei identitást erősítő hatása is van az intézménynek és Rákóczi alakjának. Rákóczi Ferencnek van egy olyan gondolata, amely pontosan a mai korba illik, és úgy gondolom, hogy amikor ő ezt megfogalmazta, tudta azt, igen, hogy ennek nagyon komoly jelentősége lesz. Ez üzenet pedig a következőképpen hangzik, üzenem a jövőbeni gyermek nemzedékeknek Magyarországon, hogy tiszteljék és szeressék hazájukat, és becsüljék meg, hogy ezen a földön élhetnek, és vigyázzanak rá, mintha kincs lenne. Az ünnepség alkalmával Fejedelmi élet nyomában címmel nyílt kiállítás a múzeumban. Második Rákóczi Ferenc fejedelem a magyar történelem még volt egyik álló csillaga, akit soha nem ért semmilyen kritika, nem kezdett ki az idő, és egy jó apropó alkalom kínálkozott 2019-ben, amikor az emlékévét meghirdette az országgyűlés, és ennek apropóján egy hosszabb kutatómunka eredményeképpen megpróbáltam a teljesség igényévet annak lehetősége nélkül ábrázolni a fejedelem életútját gyermekkorától egészen halálát követő hányattatásáig. A tárlat április 30-áig tekinthető meg a Vajai Rákóczi Múzeumban.